Eladás, felvásárlás, hitelügyintézés, minden egy helyen. A műsor támogatta a 24 éves Bécsi Autópark. A bútorokat biztosította a beliani.hu. Az Egy kanapén egy saját gyártású műsor, ami nektek köszönheti, hogy alkotói szabadságunkat megőrizve rendszeresen létrejöhet. Ha megnéznéd a beszélgetés vágatlan verzióját, kíváncsi vagy, kik lesznek a vendégeim a jövőben, esetleg kérdeznél tőlük, vagy részt vennél egy forgatáson, csatlakozz a patronálóinkhoz. Részletek a leírásban. Köszönjük! Egy kanapén Curtis-szel. Üdvözletem mindenkinek, én Osvágy Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltán YouTube csatorna, és egy újabb egy kanapén résszel érkezünk. Már látom lelki szemeim előtt a komment szekciót, hogy de miért kell futtatni egy drogost, meg hogy miért kell őt meghívnod. Itt van velem Széki Attila, Curtis. Hello. Szevasz. Hello. Csókolak. Köszönöm szépen, hogy zöld-fehér szobában vársz engem, ez nagyon, ez remélem, hogy csak miattam történt. Igen, de lila bugyi van rajtam, hogy ez bármi megnézzük is a végelmet az egész műsornak. Ja, hát figyú, még mielőtt bármiben is belekezdenénk, hogy lehet az, hogyha Magyarországon valaki azt mondja, hogy Curtis, akkor két dolog jut eszébe, vagy a belehalok, vagy a drog. Szerintem ez tökéletes, Maradona is azt mondta, tudod, hogy vagy fekete, vagy fehér, jó, de hány évesen, meg milyen élet után. Én azt elcsinálom, hogyha azt mondanám, hogy írjam alá azt az életet, amit Maradona véghez vitt, azt most aláírom, hozz ide azt a papírt. Hát, figyelj, majdnem értél úgy, majdnem bele is haltál. Dehogy is, nem? Úgy, hát azért... azért úgy szerintem nem értem. Jó, hát a foci része, igen, az nálad kimarad. Fura, múltkor mondom nagyanyámnak, írtál valamit az Instagramon, hát biztos van. De nagyon cuki anyukád, nagymamád, nagyon cuki volt. És mondom neki, mondom, tudod ma, ki az a Curtis? Tudom, az a focista, az az énekes, és te meg írtad, hogy kettőből sem. Igen, de tényleg így van. Tényleg. Igen, se énekes nem vagyok, se focista nem voltam. De ez így van jól. Én azt gondolom, hogy ez az igazi, mikor két munkád van, és egyikhez se értesz, és mind a kettőből kerestél sok pénzt. Szóval ezt én megoldottam. Egyébként valóban, na, hát nagymama, meg anyuka, hát hallod, van egy nagyon komoly anyukád, aki megtanult Facebookozni, ugye? Csaj, úristen, igen, megtanították. És, hát, igen. És rendszeresen látjuk is, hogyha valami neki nem tetsző dolgot teszel ki, akkor ő hát mondjuk szárazon elküld a búspicsába. Tehát ő nem kert elő. Én nem, hát azért négy fiú gyermekkel, és ugye van még egy nővérem, de ő is el van fiúsítva. Így azért nem nehéz, ő azért megedződött így az évek alatt is, olyan, mint a barátom. Azt akartam kérdezni, hogy ugye neked apukád már nem él, majd erről is fogunk beszélgetni, neked milyen gyerekkorod volt? Te Újpesten nőttél fel, ugye? Én Újpesten születtem, Újpesten nőttem föl a lakótelepen. Hova jártál soriba? Langlet, vagy hova? Nyár utcai. Honnan ismered a Langletet? Pont azt ismered, az egyik leggyengébb iskola Újpesten egyébként. Ezt vagy, ki. Ja, vagy utána nézzél, Újpest leggyengébb iskolája, tud ide járt. Nem, ahol voltam intézetben, ott az én csoporttársaim, ők is újpestiek voltak, és ők a Langletben jártak, és azt a sulit ismerem, meg vagy a legjobb barátom is oda járt. Na mindegy, szóval akkor nem oda jártam. A Nyár utcába jártam, ami aztán Benkő István református gimnázium lett. Abban a pillanatban ott is hagytad. Természetesen, hát én nem jártam, én nekem 8 osztályom a képzeldő. Bár jó, ezzel nem leptek meg. Azt akartam mondani, hogy teljesen leesett az állam. Nincsen ezzel baj, jó, de mondjuk, hogyha a gyereked, aki egyébként gyönyörű, szép, tündéri, cuki, nem tudom, hogy sikerült összehoznod, de elképesztő, egyik kedvenc gyerekem. Köszönjük. Figyelj, hogyha ő azt mondja, hogy jó, neki 8 általános elég lesz, te mit fogsz neki mondani? Hogyha látom, hogy tehetséges valami másba, de tényleg tehetséges, nem az, hogy ilyen... Nem úgy, mint az apja. Nem úgy, mint én, igen. Akkor akarva akaratlanul úgy is belemész. Nyilvánvalóan azt szeretném, hogy minél több iskolája legyen, és legalább nyelven, egy-két nyelvet sajátítson el, de ez úgy is az élet hozza majd, hogy ő milyen úton, pályán fog majd menni. Amikor... apukád meghalt, akkor ő még együtt volt anyukáddal, ugye? Tehát, hogy ők... Ők végig, együtt voltak végig. Voltak. Anyukámnak apukám az első is vége. És ennyi? Aztán én? Hát az a mai világban, ne viccelj, hát az szóval inkább ilyen hihetetlen, mint hogy... Hát apukámnak nem, kemény... így volt, de hogy igen, hogy ők együtt voltak, igen. Hány éves volt, amikor apukád elment? 14 éves voltam én.
Hogy dolgoztad fel? Egyébként akkor kezdtél el motyózni? Dehogy is, nem. Nem, én képzeld el, hogy én 21 éves koromig nem is nagyon ittam, én fociztam. Szóval én amit csináltam, én azt 100%-osan komolyan is vettem. Szóval, amikor focista voltam, akkor én úgy éltem, én lefeküdtem a meccs előtt, 8 órakor, másnap reggel fölkeltem időbe, stb. Edzésen ott voltam, én tényleg arra szenteltem minden időmet, hogy focista legyek. Aztán, mikor ez ugye megszűnt, ugye lett a sérülés, a térsérülés, akkor utána én a félretett pénzemből, meg kisegítettek még akkor idősebb csapattársaim, kiadtam az első lemezemet, és igazából az első lemez már underground szinten elég sikeres lett, aztán akkor keresett meg a Majoros. De várjál, nem te kerested meg a Majkát? Nem. Volt arról a szó, hogy én megkerestem egyszer, aztán annak vége lett, aztán egy pár év múlva ő keresett meg engem, mikor kijött ez a lemez, akkor már ő keresett meg, hogy akkor jó, csináljunk most egy dalt. De egy dalról volt szó, ez volt a Bomba vagy Baby. Oh. És az olyan sikeres lett, akkor így az interneten 4,5 millió nézettsége lett pikpak. Ez akkor, hát ez akkor most a 4,5 millió most már nem volt. Olyan sok, de akkor 11 évvel ezelőtt ez sok volt, most már azért vannak komoly nézettségek. És a második dalunk meg a Belehalok volt utána, már nem volt miről beszélni. És igen. Én a Belehalok sikere után kezdtem el, akkor kerültem olyan körökbe is, és akkor találkoztam először a kokainnal. Uh-huh. És mikor jött a crack? Az jóval később, az olyan 28 éves lehettem. Ha minden nap kokainozol, még ez nem olyan, mint mondjuk a heroin, hogy egy adott ponton már nem ugyanazt az érzést adja, és hiába dehogy szívod nem. Már. Nekem ez volt az egyik fő ok, hogy aztán mondtam, hogy elmegyek elvonóra, hogy már én paranoiás lettem. Szóval hiába, tudtam, hogy ha szívok, akkor szarul leszek. Olyan érzetem volt, mintha lennének a lakásba. Uh-huh. Egyedül voltam. Valahogy jönnek a rendőrök, így nézelődtem az ablakon, de ilyen órákon át. Nagyon rossz volt, nagyon rossz érzés volt. Nagyon szar volt. De figyelj már, te ilyenkor már együtt voltál a Krisztivel? Tehát azért a gyereked anyjával ebben az időszakban... A Kriszti előtt volt a krekkes időszak. Utána, hogy visszább vettem, hogy... Már csak kokó. Igen, akkor már nem csakorba szívtam, akkor csakorba szívtam. Igen, mellett. Hát ő azért, ugye akkor az volt az utolsó csepp, hogy ő elment. És akkor mondtam, hogy jó, akkor nézzünk egy elvonót. És az elvonóban a napján, amikor bementem, akkor tudtam meg, hogy lesz a Doncsi. Azt tudom, igen, de amikor, tehát azért előtte még volt egy Szeged, amikor te, ugye? Ja, igen, előtt. De akkor nem elhanyagolható, mert az elég utána még mentetek. Utána még velünk, akkor még együtt voltunk a Kiszivel, utána még fél évet. Akkor igazából az, hogy Majka színpadra fölállt, és ott több ezer ember előtt elmondta az, hogy te cuccozol, akkor az mondjuk még nem is volt akkora lökés, hogy mondjuk te ezt abba hagyd? Tehát, hogy a karriered nem. Az... Nem. Kriszti az sokkal inkább? Igen. És amikor ti összeveszed, nagyon sokan gondolják ezt PR meg marketing fogásnak, és egyébként de mi értelme lett volna, mikor csúcson van a zenekar, és azóta is csúcson van? Ha hanyatlik ez a dolog? Meg ekkora verémnek azért értem, hogy szarul, hogy hülyének nézek ide, hogy egy ilyet kivesz a nyakába. Jó, mondjuk én pont jól jöttem. Ezt akartam mondani, hogy azért valljuk be, hogy jól jöttél ki. Jó, de én jó dalokat írok, és most minden nagy képűség nélkül mondom. Szóval én amit csinálok, amellett, hogy én hogy éltem, a saját pénzemből, senkit nem bántva, senkit nem alázva, ugye a négy fal között a saját pénzemet megkerestem én, ha akarom, fölgyújtom a kandallóba, ahol senkinek semmi köze emellett, én szórakoztattam az embereket, és mindig top slágereket hoztam. És a kettőt meg szerintem külön kéne venni, még ennél jobban is, mint most, hogy sokszor megtaláltak. Fasz közük van, nekem sincs közöm semmihez, hogy te miért laksz zöld-fehér szobában. Te ebbe érzed jól magad, akkor lakjál ebbe. De ez árulás volt részéről? Vagy hogy ez megbocsátottál neki? Persze, hát ez főleg akkor, mikor benne vagy a dologba, akkor eleve mindenki ellenség, mikor ezt nem tiszta fejjel látja át az ember. Nyilván én akkor sem mondanék el senkiről semmit így, hogyha ilyet tudnék valakiről, nem mondanám el. Jó, de hogyha tudnád, előtt, hogy ez menti meg a Majkának az életét. Tisztázok, életveszélyben voltál ebben az időszakban? Ezt nem tudhatod. Bármi, valaki az első csík után belehal. Nem tudhatod, hogy meddig bírhatod. Én az biztos, hogy ha én azt az életvitelt folytatom,
akkor nem hiszem, én a saját belátásom szerint nem élnék már. Hát akkor viszont életveszélyben voltál. Igen, de nem emiatt változtattam, szóval nem ő miatta mentem el. De attól függetlenül biztos, hogy kellett hozzá, hogy valami elinduljon. Milyen érzés volt az, hogy mondjuk a Michael, lehet azt mondani a Michael, hogy a legjobb barátod? Hát nem, nagyon jó barátok vagyunk, de nem. Akkor ennyire jó barátod, igazából a karrieredben abszolút a másik feled meg a színpadon, tehát hogy tényleg, hogy most már azért Majka nincs Curtis nélkül, és Curtis nincs Majka nélkül, de majd erről is fogunk beszélni, viszont az, hogy neked ezt egyedül kellett végigcsinálnod, és nem mármint, hogy Majka nélkül, ezért te mondjuk neheztelsz rá, vagy nehezteltél rá, vagy igazából ezt is el tudtad engedni? Dehogy is, sőt, hát igazából valahol meg is értem. Egyáltalán nem volt melletted? Nem hívott fel, hogy hol tartasz, mi van veled? Nem. Sőt, mikor hazajöttem, még utána is nagyon sok idő kellett, hogy ugye aztán megkeresett, hogy jöjjek, majd menjek vissza a zenekarba. Nem. Utána beszéltünk, amikor kijöttem, utána beszéltünk igazából, de utána ennyi volt. Nem volt semmi olyan, hogy akkor jó, akkor újra találkozunk, meg bandázunk. Egyszer beszéltünk, hogy minden oké, stb. Aztán ennyi. Én ezt értem, de ez arról szólt, hogy mentsük meg Curtis, vagy mentsük meg a zenekart, ezáltal mondjuk a fellépéseket, a zseton, az akármit, a sikerünket, a karriert. Tehát, ez mindig volt önző dolog. Én még mindig úgy látom, hogy attól már, hogy én mondjuk belehaltam volna ebbe, vagy mondjuk rendőrségi ügyem lett volna ebből, vagy bármi ilyen lett volna, az nem befolyásolta volna az ő karrierét, se a zenekar karrierjét. Lehet, hogy ő is, én azt gondolom, engem is félted, de az egzisztenciáját is, és maga a zenekarnak a lételemét is, úgyhogy ne legyen baj a zenekarnak. Ugye említetted, hogy akár rendőrség, ugye volt is neked ilyen, ugye, hogy azért becomózva elkaptak téged, volt valami balesetet talán? Igen, volt egyszer, hogy most tudom hány éve már, 4 vagy 5 éve. Szilveszter, január 1-én. Igen, kivittem egy oszlopot, igen. És szerencsések egy oszlopot, igen. És mi van ez mondjuk pontosan akkor, hogy nem egy oszlopot viszel, pontosan egy embert? Igen, akkor már hazafele tartottam, és indulás előtt bevettem egy szanaxot, hogy mire hazaérek, akkor letudjuk aludni. Nem ott aludtam el sajnos. De igen, pontosan amit mondasz, én mindenhol ezt is mondtam, hogy én ezt nem tudtam volna megbocsájtani, hogyha ott egy gyerek vagy bárkinek baja lesz miatt. Tehát még ennek ellenére se hagytad abba? Hát a függő vagy, akkor nem hagyod abba így, hogy jó, akkor jó, valaki amúgy le tudja ítenni, hogy jó, akkor leteszem. Én nem tudtam. Kokain az ilyen függőséget, mert a heroinról tudjuk, hogy ez fizikai függőséget okoz. A heroin és a crack, igazából a crack volt, ami szerintem aztán nekem nagyon beütött. Az a kettő, ami azonnal függőséget okoz, és az nem olyan egyszerű megfejtés. Miért kellett ebbe utána média szenzációt csinálni? Tehát Curtis lejövőbe volt a drogokról, azért szerintem, amikor onnan kijöttél, még nem lehetett azt mondani 100%-osan, hogy te akkor ott meggyógyultál. Nem is voltam, mert utána még tartott tovább, sőt, én mai napig járok ezzel valakihez. És utána a TV2 lett erről egy műsor, ugye, hogy Curtis leszakóba lejövőben van. Ez mondjuk inkább edukációs, vagy inkább financiális érdekekből, célból csináltad? Persze, természetesen, mit ha kamuzzak? Hát bemondtak egy olyan összeget, amit mondtam, hogy csináljuk, most nem mindegy. Már úgy voltál vele, hogy úgyis erről beszél mindenki, akkor legalább keresünk belőle. Mindenki is egy kis lét. Szívtál azóta bármit is? Nem. Ki tudod azt mondani 100%-osan biztos, hogy már soha többet nem is fogsz? Ezt soha nem fogom tudni kimondani. Mi kell ahhoz, mondjuk, szerinted? Hogy... Egy függő az bármikor, szerintem mindig topon kell lenni, szóval mindig figyelni kell erre, életed végéig. Hogy lehet erre figyelni, így, hogy folyamatosan visszajársz? Vagy... Hát ezekkel a kezelés. November környékén köszöntött be az életedbe az új szerelem? Legalábbis a felelhető információk alapján. De szeptemberben még ezt tagadtad. Sőt, igazából azt mondtad, hogy hát az alapján, hogy téged kivel látnak, hát naponta 5-10 lány is kijöhet a lakásból. Azt nem mondtam, ilyen menő nem voltam, de hogy igen, hogy... Hát ez jött le az újságban, az, hogy te mit mondtál, és az újságban mi jött. Nem, de azt mondták, hogy akár 5-10 nővel is látható. Ugye nyáron ugye lefotóztak, akkor még a mi kapcsolatunk a Judival nem... Akkor még nem voltunk együtt, nem voltunk egy pár, akkor még találkoztunk, stb. Ennyi. Akkor ti már nem voltatok együtt a Krisztivel. Dehogy is, hát mi már akkor...
Hát tavaly előtt, december végén ment el. És én tavaly... Jó, de hát az utána nem akkor lett rögtön publikálva. 8 hónapra rá találkoztam a Judival. Uh-huh. Akkor, szóval... Szeptemberben még azt mondtad, hogy nincs semmi, aztán novemberben jó, akkor mégis van valami. Fura lenne azt feltételeznem rólad, hogy nem akartad esetleg, hogy a magánéletedbe vájkáljanak. Miért kellett ezt titkolni? Vagy az ő részéről nem tudom, volt ez inkább? Nem tudom. Nem tudom. Engem az zavart, hogy azt meg odaállnak a házam elé, és várnak, egy faszfotós ott vár, hogy fotózni. Mondom, nem volt semmi, és nem akartam nekik, nem akartam velük beszélni se. Mai napig nem akarok, hogy beszélni. Uh-huh. Azért valaki ezért pénzt kap, hogy ott üljön a házad előtt. Hogyne. Hogyne. És soha nem értettem. És... Szerelmes vagy? Még nem. Szeretem nagyon, de még nem. És ő szerelmes? Nem tudom. Egy elismert sportoló, ugye? Ő nagyon büszke is vagyok rá, válogatott sportoló. Nem ezt akartam kérdezni, hanem hogy ő is büszke rád? Hát ezt tőle kéne megkérdezni, szerintem azt mondja, hát hogy látod? Ő már mondta, hogy az. Soha nem érezted azt egyébként? Vagy neki nem volt, nem derogált Széki Attila Curtisszel kapcsolatot létesíteni? Szerintem nem, mert én azt gondolom, hogy... Hát nyilván nem, mert összejöttetek, ez egy buta kérdés. Hát azért, nem, nyilvánvalóan, abba, főleg úgy, hogy az édesanyja azért egy elég komoly nő. Mivel foglalkozik? Komoly helyen dolgozik. Az Olimpiai Bizottságnál van. Hát reméljük, hogy a dopingvizsgálatodat nem ő csinálja. Csinálhatja most már. Most már régen kiakadt. Már kiürült ennyi idő alatt? Hát azért bőven. Attól féltem, hogy nyilvánvalóan nála azért nehezebb lesz ezt áttolni, ezt a személyt. És? Találkoztam a szüleivel? Sajnos az édesapja neki se él, az anyukájával találkoztam már, persze többször is. Én azt gondolom, hogy jó viszonyt ápolunk. Vasárnap jönnek pont át egyébként, jön át egyébként az egyik kolléganőjével. Akkor nem ciki anyukának sem? Hogy nem ciki, vagy nem tudom, hát bízom benne, hogy nem ciki. Olvasom egy egész érdekes dolgot, nem tudom, hogy azóta ez változott-e, hogy igen. Hogy még nem találkozott a kisfiaddal? Nem. Még mindig nem? Nem. De miért nem? Mert ezt így beszéltük már a Krisztivel, és ez így van jó. Hát értem, és a Judynak ez mondjuk hogy esik? Őnek ez nem zavarja? Nem tudom, nem beszélünk erről igazából. Jó apuka vagy? Én azt gondolom, jó, de hát ezt majd Doncsi, hát majd egy 10 év múlva fogjuk igen látni. Ha a fiad ki akarja próbálni a drogokat, és mondjuk eléd áll, és azt mondja, hogy... Nem tudom, ez egy nagyon... Ezt már kérdezték tőlem is. Hát nem akarom. Hogy... Én nagyon örülök, hogyha ezt mondjuk elmondja nekem, vagy el fogom mondani, hogy velem mi volt. És bízom benne, hogy lesz annyi a toronyban neki, hogy mérlegel és belátja, hogy ez nem jó. Jó, de te hiszel abban mondjuk, amiben sokszor, hogy az első spanglit inkább szívják el együtt? Nem szívjon spanglit, nem kell, nem, nincs szükség a szervezetnek ezekre a dolgokra. Hát nem mondod ezt most, de hogyha 2 évvel ezelőtt kérdezlek erről. Akkor is ezt mondom, én tök is tudtam, hogy ez nem jó dolog, csak vitt magával az egész. Szerintem nem akarok lenni, kurva jó érzés. Mai napig azt mondom, hogy azért beszívsz, az jó érzés. Ha nem éreznéd jól magad, akkor nem csinálnád. Ez egy jó érzés, de ne csinálja. Inkább az utána rész, a lejövő az utána. Ne csinálja, főleg a gyerekem az egyáltalán az a sport olyan. Az lesz, szerinted? Bízom benne, hogy az lesz, igen. Ebbe az irányba fogod terelgetni, hogy teljesen rábízod a döntést? Szeretném sport irányba, de nyilvánvalóan azért idő után látod, hogy mi ez van érzéke. Most, ha kezére húzza a stoplist, akkor nem fog erőltetni neki, hogy focizzon, bazen, mert felesleges. Jó, de nem fog előfordulni az, hogy apuka be nem teljesedett, azt annyira utálom. És a zenét? Zene irányába fogod őt? Hát figyelj, a napja se zenész, szóval az nem lesz tehetsége. Jó, de örülnél, hogy ugyanazt az utat járná be a gyereked, mint te? Nem. Ne legyen zenész. Legyen normális munkája. Legyen egy normális munkája. Zenész, az hangszeren játszana, az mondjuk nagyon nagy dolog. Az Isten ajándéka.
annak hát pár év tanulásé. Annak örülnék. De inkább sportoljon. De boldog legyen, a legfontosabb az. Mindegy, mit csinál, csak boldog legyen. És a Kriszti a Judyval találkozott már? Nem. Ők sem? De lehet, hogy ez a Judy igazából, mint a Kalambó felesége, nem is létezik akkor? Lehet. Hát mert akkor valljuk be végre, hogy hát ugye bármi hogy mi, igen, hogy hát igen, jó, hát akkor szeretnénk nektek elmondani. Tehát, a cuccaidat akkor... kitettem ide de nem, de merre, mert én készültem. Hát, na ez igen. Ez az egy fekete hosszú pólom volt, úgyhogy hát igen, ideje volt coming out-olnod. Mit lehet benned szeretni? Ezt megint csak tőlem kérdezed. Tőled, igen. Én el tudom mondani benne, mit lehet szeretni, és mit lehet utálni. Szerintem minden ember el tudja magáról mondani, csak maximum nem meri. Nagyon-nagyon-nagyon tudok szeretni, én nagyon-nagyon figyelmes vagyok. Nekem fontos az, hogy a másik jól érezze magát, boldog legyen a kapcsolatban. Magam elé tudom helyezni a másikat. Szerintem ez elég fontos. Hát a pandémia alatt mondjuk gondolom nem voltak értelemszerűbb fellépéseitek. Anyagilag megviselt téged egyébként ez most? Ezt kit nem viselt, mert mindenkit megviselt szerintem. Szerintem a Majoros nem. 70 buli maradt el. Hát 70 az egy kis 70 buli mínusz. Ilyen szempontból mindenki megvisel. Hát de volt tartalék ez a kérdés. Ja, persze, nincs gond, hál' Istennek. Jó, hát erre vagyok kíváncsi, mert ja, ha gondolod, akkor... A gyakölcsön, nem, menj, nézd be a hűtőbe be. Én vagy. Hozzá nyugodtan, hogy tele van, mire itt te vihetsz is. Hála Isten, nincs ez a probléma, azért az előző években tudtunk mi keresni, meg tudunk keresni. Meg ugye én szövegíró vagyok, így jogdíjak terén is jobban állok. Kiknek ír szövegeken? Hát sok mindenkinek, most nem biztos, hogy nem, de mindenkinek lehet ezt elmondani, kinek írok. Most kiknek fogok írni, azt elmondhatom. Ne viccelj már, van olyan, hogy te valakinek szöveget írsz, és azt kamuzol, hogy ő írja? Nem, csak nem publikáljuk, hogy én írom. Tehát akkor azt kamuzol, hogy ő írja, de hát akkor mi? Hát akkor mi? Hogy ki van kinek a dalszöveg? Péli Barnának fogok most írni szöveget, például Szabó Ádámmal írunk dalt, írjunk szöveget. Ádi tetszik mi? Fogok. Volt itt nálam az Ádi. Megcsaltál? Tényleg, Ádám, megcsaltál? Nem tudtad, hogy volt itt nálam megcsalt, a Szabó Ádám? Ádám, megcsaltál? Na, erről beszélünk. Álva csináltuk semmi, és folyamatosan, ja, és szisztematikusan Curtisnek hívott közben. Tehát, hogy ja, az végig. Ati vagy, bele, jó vagy Curtis, jó vagy Ati, így. Na igen, hogy most nagyon összejöttetek az Ádámmal. Mm-hmm. Drogozik már veled együtt, Ádám? Tehát, hogy... Napi szinten. Napi úgy szóltam, hogy reggel, délben, este. De viccet félretéve, hogy halad a közös munka, meg hogy... Hogy? Remekül, tényleg azt kell mondanom, hogy utoljára nekem a Majrossal volt ilyen, amikor elkezdtük a közös munkát, hogy ennyire egy húron pendülünk, és ráadásul ő ugye zenész. Nem, ugye sokan, ő igazi zenész, hogy, igen. Hogy röhögnek rá, igen. Hogy röhögnek, hogy harmonika, az egy kibaszott nehéz hang, megfejtés. Ne viccelj már, persze. És emellett ő zongorán is perfekt, szóval úgy játszik, hogy leülsz. És úgy szöveget írni, hogy ő már játssza a témát, és hát ez egy parádé. Tényleg ez egy olyan szimbiózis, egy olyan áldás, egy olyan csoda, hogy... Ádival barátok vagytok? Vagy vele is inkább... Nem, nagyon jó barátok vagyunk. Egyik legjobb barátom az Ádi, azt mondhatom, hogy... Jobb barátod, mint a Majka? Ilyen rövid idő alatt. Sokkal többet vagyunk együtt, így mondhatom, aha, hogy igen. Aha. Igen, azért most már az a 10 év, most már azért kijön. Azért ő most már 41, én 31. Az most már kijön. Ő azért ott a két gyerek, a családdal, stb. Más körökben mozog ezáltal. Mint mondjuk én 31, amikor megismerkedtünk, ő volt 31, helyett ő is bulisztunk, stb. Mentünk Vegasba, mentünk diszkóba, járt diszkóba, még voltak ilyenek. Elpapásodott a Majka, meg kell mondani, hogy... Hát ez normál, 41 évesen, már hova menjen az öreg ember. Az kínosabb, amikor 41 évesen, még mindig 21-nek képzeled magad. Igen, bizonyítani akartod, ilyen kapuzárási pánik. Nem, ez így van jól, de attól függetlenül a meló megvan, meg a szeretet is, meg a barátság az mindig meg lesz, meg nyilván tudunk mindent egymásról. Uh-huh. Azt nem tudja, hogy szívok, mert akkor elmondaná megint azt. Igen, azt most már nem mondanád. Tényleg megint rászoknál, ezt elmondanád a Majkának? Vele szoknék rá. Igen, most és én mondanám már róla. Igen, arról mindig beszéltünk, hogy Curtis mennyit drogozik, de hogy a Majka, arról soha van. Arról soha nem szólt a fáma, de így kell egyébként csinálni. Ügyes volt a Majka, hát nyilván ráterelődött a figyelem, tudod, hogy meg nem, Peti biztos, hogy jó gyerek. Ádámmal a Sztárban ismerkedtetek meg.
ahol hát nem csak azt köszönheted az Ádámnak, vagy nem csak az Ádámot köszönheted a Starbusztárnak, hanem ugye egy elmaradt produkciódat, ahol egyébként... Azt talán... köszönhetik nekem, nem én nekik. Ja, hát végül is tulajdonképpen igen. Be voltál baszva? Be. Durván? Nem, nem az volt a bajom, és hogy igen, be voltam baszva, de hogy ez egy halottak napjára esett ez az egész rendezvény, és ez nekem nagyon nem jó. Értem, én anyukámat veszítettem el, biztos, hogy nem volt olyan szoros a kapcsolatom, és annyira jó, mint neked apukáddal. Mindenki máshogy dolgozott, tudom, ezt mondták ezzel, de hogy így csinálna, úgysem. Én meg így csináltam. Én nem akarok tanácsot adni, dehogy is, hát ne viccelj a gyász, hát ezt mindenkinek van, aki ne. Én amikor megtudtam, hogy meghalt anyukám, én elkezdtem röhögni. És én akkor ott röhögtem, és mondtam, hogy ez nem igaz, hát ez egy hülyeség. Van, aki nagyon sír, van, aki nem vesz róla tudomást, van, aki évekkel később, van, aki leugrik a tetőről, tehát hogy mindenkinek más, hogy a gyász az mindenkinek a sajátja. Nem, hanem hogy azt akartam kérdezni, hogy nem volt ez inkább egy ilyen jó ürügy? Neked ez tényleg arról szólt, hogy te otthon voltál, apukádra gondoltál? Otthon, de szét voltam, be voltam rúgva, de nem ez volt a lényeg, hát berúgva azért föl lehet lépni, nincs ezzel baj azért. Hát ahogy elnéztem a Starbusztáros produkcióidat, láthatóan föl. Láthatóan föl. Nem ezzel volt a baj. Nem, egyébként ott nem ittunk a műsor alatt, nem lehet, tudod, a műsor alatt nem lehet inni. Utána lehet. Hát persze, igen, nem, alig dolgoztam kereskedelmi tévénél, hogy nem, így van, ez csak is kizárólag utána. Ki kellett fizetned egyébként a ködbért? Ki? Tehát verték? Hát ez normál. Nem feltétlenül, mert mondhatja ezt mondjuk egy produkció, hogy oké, akkor ezt elengedjük, de szerepelned kell ebbe. Hát nem, megint csak semmi, nem nagy képviségből, de én azt gondolom, hogy ez egy amúgy is nagyon nézett műsor volt, de ez dobott rajta rengeteget. Pluszban még a műsor, szóval akár ezért is mondhatták volna. Nem, aztán egy ilyen... Egy tökéletes PR csináltak a hiányzásodnak, az kétségtelen, de... Volt egy nagyon magas ára, amit szerettek volna, én nekem volt egy nagyon alacsony, és akkor így középen találkoztunk, és akkor hogy nekik se legyen annyira... Százezres vagy milliós tétel? Milliós. Drága halottak napja volt ez. Igen, hogy hát ugye nézték azt, hogy mennyit kapok műsoronként, stb. És akkor úgy ahhoz mérték. Elmentél az utolsó adásban, nem fordult meg a fejedbe, hogy inkább nem? Dehogy is, nem, mert miért nem mennék el? Kimondhatjuk, hogy vastag bőr van a képeden? Nem, hát azt akartam, hogy jó nézettség legyen a döntőnek, hát miattam nézik. Ja, hát végül is miattad. Akkor, de tényleg az, hogy elmegyek, hát én csak jót akartam, én csak a műsor. Ja, mert ezért kértette mindent a TV2-t, mindent a produkcióért, nem? Pontosan. Igen, hát tulajdonképpen ez tudatos volt, tehát most már elmondhatod, hogy direkt nem mentél el, mindent a nézettségért. Jó, de... Jó, de most ezzel nevetünk, de közben motoszkál az a gondolat a fejembe, hogy közben meg ez nem személyiség mondjuk azokkal szemben, akik beleteszik szívüket, lelküket, készül, vagy mondjuk azokkal szemben inkább, akik nem kapták meg ezt a lehetőséget, hanem te kaptad meg ezt a lehetőséget. De figyelj, de miért én kapom meg ezt a lehetőséget? Nem tudom, mert a TV2 csinálhatta az elvonódról a dokumentumfilmet. Mondjuk az egy jó. Igen, valószínűleg ezért. Jó, tudjuk, hogy te is egy hús vagy, tehát hogy ne egy pillanatig sem az, hogy nem Széki Attila Curtis, mint Attikát szerették volna, hanem Széki Attila Curtis, mint aki körül volt már egy nagy botrány, akinek a nevét bárhova betesszük, akkor az valószínűleg működni azért, fog, igen, van humorérzék, ennyi, stb. Ennyi, szóval az, hogy nyilván a botrányok miatt is, meg az elért sikereim alapján azért, hogyha az én képemet kiteszed bárhol, azért látod, nagymamád is tudja, hogy ki vagyok. És ez énekes focista, igen. Ez fontos, hogy azért tudja hova kötni, hogy nem azt mondja, hogy egy szakás, hanem nagyjából be tudja határolni. Ez fontos. A másik meg az, amit mondasz, hogy ez pont arról szól, hogy nézettséget kihoz. Uh-huh. Látunk még egyébként képernyőn? Van az a pénz, ami korpás a hajnám, vagy hogy van ez a hajnám? Hát az így igaz. Én tudod, mi lennék? Én zsűrinek mennék el egy ilyen műsorba. Én azt gondolom, hogy az testhez álló lenne. Úgy érzed egyébként? Nem, tehát, hogy te tudnád jól működni ítészként? Van annyi tapasztalatod, van annyi, hogy mondjam, van olyan egzisztenciád? Nem akarok megbántani sok mindenkit, sőt senkit nem akarok megbántani. Én azt gondolom, hogy igen. A szakmában elért sikereim alapján azt gondolom, hogy mindenképpen. Egyébként honnan van mondjuk, hogy
szókincsed, vagy hogy olvasol? Igen. És képzeld, de most kezdem el a Bibliát olvasni. Az jó. Most vettem meg. Az jó. Hát figyelj, sosem késő. Ez nem egy egyszerű kötet, azt mondják. Vízionálsz egyébként magad előtt egy ilyen amerikai gangster életet? Élnéd azt? De hogy élném. Ki akar, nem alszik nyugodtan. Nem. Hát ez igaz, de ettől független nagyon sokan úgy indulnak neki, hogy én akarok lenni az új Tupac. Ugye, de hogy is, nem. Nem, azon elgondolkodtunk sokszor már Petivel is, hogy ezért, hogyha ezt Amerikába érjük el ezt, amit itt, így se, tényleg szavunk nem lehet, nyilván mindenkinek ott kell menőnek lenni, ahova születik, de hogyha ezt Amerikába csináljuk meg, ezt, amit itt, az kicsit másabb. Hát ez biztos. Van példaképed amúgy? Hát, nem, nincs úgy, anyukám a példaképem, anyukám lehetne, de ahhoz már nagyon kevés vagyok. Gyerekkorodban egyébként anyás vagy apás voltál inkább? Anyás, szerintem minden fiú inkább anyás, vagy anyásabb. Apukám, amikor ugye megtudtuk, hogy beteg, akkor egyre szorosabb lett a kapcsolat. Akkor lett igazán szoros a kapcsolat. De egy nagyon faramúci helyzet volt, ugye, hogy ő balesetet szenvedett, egy autóba felvették, egy TBC-s beteget szállítottak. Igen, igen, szóval ő ott meghalt volna egyből, de hogy fölvette az a mentő, ami végül ugye nem volt fertőtlenítve, és akkor ezáltal kapta el a TBC-t, és így egy hosszabb folyamatú beteg, ugye lefolyású betegsége lett. De végül nem TBC-ben halt meg, hanem leukémiában. Ja, igen, ugye? Mert ugye a TBC-re kapott egy gyógyszert, ami viszont ugye a vérsejteknek a számát manipulálja, és igen. Durva, 14 éves voltál. Hogy dolgoztad fel? Sehogy, én azóta se, én azt gondolom, de nekem pont a szövegírás egy tök jó terápia. Nekem ez segít. A diszkográfiádat valószínűleg nem tudnám fejből elmondani. Nem tudom, van olyan számod, ami apukádról szól? Persze, van kettő. Van Apám, az a cím az egyiknek, az első. A másik pedig a Vasárnap című dal, ami évdal szövegére jelölték a Fonogram díját. De gondolom csak jelölték, ugye? Igen, azt jelölték. De van három azért abból a díjból is. Azt akartam kérdezni, hogy azért nálatok, hogy mondjam, ez a díj dolog, de leginkább Majkár. Ja, nem. Akkor együtt vagyunk, hát közös. Nem nagyon jelölnek. Főleg már most, meg már az utóbbi időben már egyáltalán. Mi lehet ennek az oka? Irigyek. A belehalokkal nem nyertünk szakmai díjat, hát csak irigység lehet. Hát, hogy a faszomban nem nyer szakmai díjat egy belehalokkal, ami aki mindenki ismer, mindenki hallgatott, mindenki szeretett. Csak így, hogy irigységből a szakma nem adja neked. Ennyi. És azóta egyébként most mondtad, hogy van három Fonogram díjatok? Vagy díjad neked? Vagy nem, közös. Jó, hát akkor végül is van, tehát nincs az, hogy egyáltalán, de ezek közösségdíjak. Van az is, Bravotto díj is van, Bravottóból kettő van, vannak platinalemezek, aranylemezek, van még Viva Comedy is van. Na hát a Viva Comedy. Az majdnem egy Grammy. A Grammy alatt van egy nagyon kicsi, tényleg. Igen, Grammy és az Oscar között tudnám valahogy elhelyezni. Van, hát amit itthon lehetett nyerni, abból minden van, csak nyilvánvalóan nem annyi, amennyi járt volna. Ezt kijelentettem, hogy nem annyi, amin járt volna. Jó, de ezzel szemben viszont meg tudtok tölteni egy arénát, meg egy Budapest Parkot. Sőt, tehát, Budapest Parkot háromszor. Hogyha akkor így balanszba helyezed, mérlegre teszed, akkor inkább legyen 15 Fonogram díjat, de ne legyenek a koncerten. De a kettő vagy... az nem egy, az külön, hogy most nyilván, hogyha így kéne nézni, akkor nyilván azt mondom, hogy maradjon ez, hogy teltházas bulikat sem, de a kettő nem ugyanaz. Én csak mondtam, hogy ne, azért annyira ne sajnáljunk titeket. Ja, tehát, nem kell, Fonogram díjatok lehet, hogy nincs, de teltházatok meg van. Inkább legyen 100 irigyem ugyanígy, mint aki sajnál, azt is, mert az a legrosszabb. Fiatalkori önmagad most megnézné a mostani Curtist, ő büszke lenne? Nem érteni, hogy mi történt, mert mondom, de nem az... Ezt tervezted el, hogy itt ez nem, lesz? Nem, én azt terveztem el, hogy válogatott labdarúgó vagyok. Én azt terveztem el. De most te focizol, vagy most már most nem, most kitiltos, hogy van? Focizok, de hogy... Hát az, ami focizgatok inkább, hát ez azért az NB3-as futszál csapat azért... Jelentsen ez bármit is, azért az NB3-as az már nagyon sík kategória. Az azért nem az, ahova én tartottam. Szóval nekem előszerződésem volt Németországban. Én Magyarországon minden korosztályban gólkirály voltam
stb. Szóval én tényleg jó fociszta mondhatjuk. Hát így múlik el a világ dicsősége. De nem baj, hát én, engem az Isten kárpótolt. Én is azt gondolom, és viszont ha már foci, nagyon kemény újpestes vagy, és egyébként rendszeresen, amikor kiírsz valamit a Facebookra, nem mindenkinek adatik meg ez a privilégium, hogy Széki Attila Curtis ismerőse legyen a Facebookon. Nekem szerencsére ez megadatik. És egyébként volt is már olyan poszt, amit amikor írtam neked privátban, amikor utána le is vettél, úgyhogy, és nekem ez például nagyon szimpatikus, meg tudod magadat követni, vagy hogyha valaki érve vagy indokol neked. Igen, az, és azért, mert ugye ott egy fiatal férfi hölgyet tettem ki, vagy nem, micsoda? Na mindegy. Nem tudom már mi volt, tudom, hogy valamilyen nem, LMBT plusz valaki kitettem, volt. Kitettem ugye egy fiatal emberről, aki most már hölgyként éli az életét, kitettem egy posztot. A Szecsődi Kari volt, ugye? Igen, nem akartam kihozni, igen, de hogy poénnak szántam, és tényleg alatta egy pár ismerősöm meg ugye elkezdte őt bántani is. És aztán így átgondoltam, hogy tényleg, hogy én poénból tettem ki, de ők meg már személyeskednek is, és igen, az szarul nézett ki. Igen. Mert én nem azért teszem ki, hogy tényleg én csak jót mulatok ezeken a híreken. Ez most a számomra is teljesen világos, tehát hogy látom a posztjaidat, hogy elképesztő nagy troll vagy, na mindegy, és azt akartam, hogy viszont a fociba, ott nem ismersz kegyelmet, tehát hogy ott valami olyan elképesztő lila függöny van előtte, tehát neked az Újpest, hogy lehet valaki, most már tudom, hogy van különbség az ultrák és a huligánok között, viszont neked mi az Újpest? Vagy te mit, hogy? Figyelj, én Újpesten születtem, nekem az egész családom Újpest szurkol, nekem édesanyám is az összes meccset nézi. Ebben nőttem fel. Ennek ennél zöldbe ment az esküvődre. Igen. De ott elrontottam valamit. Igen. Hogy nálunk ez egy ilyen már szinte vallás az, hogy az Újpest és a klub szeretete a klub iránt. De van olyan kötődés. Ember, akivel nem beszélsz azért, mert ő fradista? Nincs. Mert van fradista barátom például. Hát te is fradista vagy, és veled is szobálok. Mi fradista, te hülye, nem, azt sem tudom. Egy plax mellette ne idegesítsen. Hát értem, de egy-két játékos nem tudnék felsorolni, az Újpestből sem. Én a Szoboszlai Dominikon az kívül... Az a baj, lassan már az Újpestből én sem. Igen. Hiába kiállok értük, de ez már nem a mi csapatunk, ugye, ami ott itt a belga itt a... De menjünk bele mindegy, itt a nem tudom, hogy ki mondhatsz bárkit, fogalmam sincs. A Szoboszlai Dominikot ismerem, mert ő jól néz ki. De azon kívül, hogy ő nem fradista, nem is újpestes, nem, ugye? Nem. És a rivalizálás meg hova oda köthető vissza, hogy a Ferencváros meg az Újpest volt mindig is a két legnagyobb klub Magyarországon, és ez mindig így is lesz. Hiába most az Újpest, okay. A legkisebb költségvetésű csapat, és innen indult az, hogy ez egy nagy gyűlölet, és innen indult az egész. Ugye aztán ugye mindig belenyúlt valamelyik kormány a valamelyik csapatba. Annó a kommunizmusban minket karoltak föl, most ugye a Fradit karolták föl. Mindig. Te azt gondolod, hogy politikai oka van annak, hogy a Fradinak jól megy? Hát, hogy hát ugye a Kubatovéki a csapat, hát nyilvánvalóan ezáltal, meg a népcsapata, stb. Ki van kiáltva, nyilvánvalóan ezáltal sokkal több szponzoruk van és pénzük van. Te egy jó embernek érzed magad? Jó embernek mondanád magad? Annak. És hogyha az alapján kéne ítélned, hogy a döntéseink határozzák meg, hogy kik vagyunk, a döntéseid alapján te egy jó ember vagy? Az, igen. Ha visszapörgethetnéd az időt odáig, hogy felszívod az első csíkodat, megtennéd? Meg. És újra felszívnád? Nem. Nem. Gondolom így, hogy már tudod, hogy mi a következménye. Persze. Kívánod még a cuccot amúgy? Van olyan, amikor... Van, amikor vannak sóvárgásnak hívják. Sóvárgás. Vannak, persze, hogy ne lennének. És olyan elképesztő helyzetekben is basszus, hogy esélyen, hogy nagyon meleg vizet csinálok, és a gőz megcsap, és beugrik a crack. Szóval vannak azért kemény dolgok, de ezeket mind különböző dolgokkal el lehet csitítani. Az, hogy van neked a Judy egyébként segítség ebben? Nagyon. Na és hogy a nézőink is boldogak legyenek, ugye a Patreonosok, akik a Patreonon jelen vannak, ők előre tudják, hogy ki jön hozzánk vendégségbe. Patreon, van egy ilyen rendszer, hogy Patreon, és akkor oda föl vannak iratkozva a mi nézőink. És ők előbb megtudják, hogy kik jönnek ide hozzám, és nem csak, hogy megtudják, föl is tehetnek kérdéseket, és kiküldtünk egy kör e-mailt. Patreonos, az amit mind a Covidos, vagy igen, én Patreonos. Hát ez egy oldal, hát ez ilyen online dolog, tudod, mindegy, nem kell hozzáérteni. Nem értem, öreg vagyok már. Öreg vagy te már ehhez, persze.
És na, ők megkérdeztek bizonyos dolgokat, kiküldtünk egy kör e-mailt, mondtuk, hogy Curtis jön, fúj, nem. De nyilván lehet, hogy biztos volt ilyen. Nem, és hát föltettek bizonyos kérdéseket, úgyhogy most ezek a kérdések jönnek. Az első kérdés, szerintem érteni fogod, hogy miért kérdezik ezt, tényleg elítéled a másságot? Nem ítéled. Engem nem érdekel, vannak meleg barátaim, mert veled is szerintem jó viszonyt ápolok. Abszolút meg is lepett, mert hogy azt olvastam a Borsból, hogy volt egy csörtét VV Greggel. Hát az nem azért volt, hát ugyan volt egy rendezvény, volt egy jótékonysági esemény, ahova én elmentem fellépni, és ezzel pénzt gyűjtöttünk egy beteg kisgyereknek talán, vagy nem is tudom. És ő is ott volt, és én csináltam vele egy fotót, és föltettem, hogy ki csimmel. De poénból tettem föl, és ő meg ebbe beleállt, nyilván beleállt, mert 13-an ismerik a szomszédok, meg a közelrokon, és ebbe beleállt ő, hogy én homofób vagyok. De hát én poénból tettem föl ezt az egészet, és akkor ennyi volt. Értem. Akkor ezek szerint nem vagy mégsem homofób. Még mondom, hogy engem béké hagynak tőlem, aztán azt csinál mindenki, amit akar. Csak fradista ne legyél. Csak lehetsz buzi, csak fradista ne legyél. Igen, az egy. Igen, ez is egy érdekes meglátás. Na és ha már jótékonyság, mi a helyzet az elfelejtett mozgássérült lányjal? Nem lett elfelejtve, mivel ez a lány ez Romániában él, így nehéz hozzá kijutni. Erről nem olvastam. Igen, van egy kislány, aki... De ez a másik, hogy én kerestem meg, hogy segítek neki, és még számon kérik, hogy te segít, hogy én felajánlottam, hogy jótékonyságból segítek neki, és már számon kérik azt, hogy te segít, adakozni akarsz, azért ez is kemény. Ez egy olyan nyilvánvalóan ki a riposztozta le, legaljasabb bocsmány, senki házilap. Igen, ezt a kislányt képzeld el, hogy a vonatállomáson a táskájába a vonat belekapott, és maga alá húzta, és a két lábát lecsapta basszus a vonat. Így magával rántott a vonat. És igen, írtam neki, hogy ma segítenék neki, szeretnék segíteni, de hát ugye aztán jött a Covid, és nem lehet kimenni hozzá, és én meg így utalni, meg így nem, én szeretném azt kivinni neki ezt a pénzt, én szeretném átadni, meg ki tudja, ki kap, hogy veszi át, mi van ez a... Nem érzed magad másodiknak? Itt nyilván Majka. Ja, mellett. De is egyáltalán nem. Nem volt ilyen érzésed soha? Nem volt ilyen kompresszusod? Az már rég volt, akkor már rég szétment volna ez a banda, ha bármelyikünk azt érezni, hogy itt második. Pont ez még pluszban egy előnye, mert nagyon sok mondjuk ilyen párosnál mindig ez van, hogy az egyik erősebb, dominál, stb. Hűséges típus vagy? Vagy meg szoktad csalni a párodat? Tottinak volt egy mondása, hogy Rómában focizott, és világéletű bot játszott, szóval saját nevelés, gyerekkortól kezdve, és ott lett cséke, és ott vonult vissza. Ő mondta, hogy az összes feleségemet megcsaltam, a Rómát soha. Szóval az összes csajomat megcsaltam, az Újpestet soha. Mondjuk a Judit még nem csaltam meg. Még? Még nem. De nem fogom. Nem fogom. Jó. Krisztér, és ezt mondtad volna, ha megkérdezem? Persze. Hát de most ez más dolog. Hát nyilván úgy áll neki, nem úgy áll lesz neki egy kapcsolatnak, vagy úgy, hogy nem fogsz megcsalni. Hozzátartozik mindenképpen egyébként a zenész élethez? De hogy illik hozzá, ez fasság. Aki emögé bújik, az egy ilyen súnyi, ilyen beszari ember. Igen, én nem azt mondom, hogy ember, ezzel indokolja, hogy mert én zenész vagyok. De sokan ezzel indokolják. Hát nem, hát ha nem. Indokként nem is, de mondjuk férfi tudom, vagyok, és valószínűleg egy így vagy mérleképes könyvelőnek kevesebb alkalma. Hagyja már, hogy ilyen almuszi nyuszik a legnagyobb. azok ugrál a legnagyobban. Végén ez egy cuki kérdés. Lesz még gyereket? Szeretnél még gyereket? Szeretnék, persze, hogy szeretnék. Hát szeretnék a Doncsinak tesót. Hát, jó, ha hát, szeretné a gyereket, az elmond neked, valószínűleg persze, mindenképpen a Doncsinak persze, a tesója lesz. Hogy emiatt is vonz inkább, hogy neki legyen tesója. Mert én nekem ugye van négy. És az nagyon jó, hogy azért van, aki tényleg mindig számíthat az ember. Mi elég jó tesók vagyunk. A tesói mivel foglalkoznak egyébként? Kábítószer, fegyverkurvák, ilyen. A szokásosan, ha értem. Jó. Hát a nővérem az egy főasszisztens egy magánrendelőbe. A többi testvérem meg biztonságért felel, nagyon sok diszkóba, személyvédelem, ilyen cégük van. Akkor hogy siklott el ennyire a te hozzájuk képest? Hát a legkisebbnek minden szabad, tudod. Ja, te el voltál kényeztetve? El a tesóim által. Gyerekhez nem kell szerelem?
De. De azt mondtad, hogy mi nem vagy szerelmes. De hazudtam. Mindenről tudni akarsz. Kellenek a szalag címek, tudod a Bliknek. Úgyhogy Patreonon ne feledd, hogyha te is csatlakozol a patronálóinkhoz, akkor te is fel tudsz tenni kérdéseket az adott vendégnek, és megtudod, hogy ki jön hozzánk. Így van, Curtis? Igen, én is ott vagyok fönn ezen a Patreon. Curtis is a Patreon tag, úgyhogy bármikor tudod. Patreon tag vagyok, nagyon nagy, NFL játékos. Na, hol látod magadat 10 év múlva? Mindenkit el ezt szoktam a utolsónak megkérdezni. Sopron kőhida magázára. Nem, jó, Isten menj. 5 pötty a kezedet. Igen, könycsepp. Igen. Fogalmam nincs. Hát bízom benne, hogy ugyanúgy színpadon. Tehát a zene az még 10 év múlva kell? Persze, hogy... Én olyan 45 éves koromig szeretnék színpadon állni, utána már szerintem vicces. Utána már ülni. Utána már hülyén nézek néki, szerintem rapperként, utána már váltanék majd valamire. Még 10 év múlva, 40 évesen, 41 évesen színpad. És van olyan valami, olyan dolog, amit mindenképpen szeretnél, így a közeljövőben, én nagyon meg szeretnél csinálni, nyilván Szabó Ádám, mondtad a dalon kívül, vagy hogy ilyen, nincs, nem ilyen nagyon? Nincs olyan. A szak, hogy a munkámban olyan valami? Nem, bármi, nem tudom, akarsz venni egy magárepülőgépet, nem bármi. Azt mondjuk pont nem, azt nem szeretnék. Azt szeretném, hogy az Újpest bajnok legyen. Hát szerintem azt picit több kell, mint 10 év lehet, nem? Nem tudom, hogy a szádat olyan drád vágok, meg bolondulsz. Nem tudom. Ati, nagyon szépen köszönöm én neked, is, hogy eljöttél. Nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek. Ne feledjétek, hogy most egy jó darabig minden héten egy kanapén, és ígérem, hogy lesznek sokkal jobb vendégeim. Csak jobb lehet. Curtisnél. Tényleg nagyon szépen köszönöm. Neked ne felejtsetek el feliratkozni, kommentelni, lájkolni, minden, amit kell, szeretni a testünket, Curtis elérhetőségét is. is. Igen, Curtis elérhetőségét is megtaláljátok lent, bár hogy minek, azt nem tudom, mert valószínűleg nem, azt már nem szoroz neki, de ettől függetlenül ott lesznek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Béke!